A vármegye háza dísztermébe is megérkezett az a csapatzászló, amely évek óta járja a vármegye településeit januárban és februárban. A Honvédsuli Egyesület 12 évvel ezelőtt indította útjára a II. Magyar Hadseregre emlékező menetet, amely 81 évvel ezelőtt szinte teljes egészében odaveszett a Vörös Hadsereg támadása után. A mostani 12. alkalommal megrendezett túra során a résztvevők száma meghaladta a 25 ezer főt, az érintett települések száma elérte a 229-et, a gyalogosan megtett kilométerek száma pedig az 1725-öt. Ez egy szimbolikus szám, mert jelképesen ez azt jelenti, hogy Uriv-tól hazaértünk, és gyalog. Megtettük ugyanazokat a kilométereket, amelyeket, ugye, akikre emlékezünk, a 12-esek emlékére, illetve a II. Magyar Honvéd Hadsereg emlékére, és ezért is értünk révbe. Ez nagyon-nagyon fontos volt számunkra, illetve az, hogy minden Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen az emlékműveknél megemlékeztünk, koszorút helyeztünk el, és hát dicsőség a hősöknek. Emlékező zászlószalagok a vármegyeháza dísztermének asztalain, ezek itt is maradnak az ikonikus épületben, a Honvédsuli Egyesület ugyanis azokat a vármegyei önkormányzatnak ajánlotta fel. A közgyűlés alelnöke köszöntőjében azt mondta, az Egyesület nemes törekvése, miszerint, hogy méltóképp emlékezzünk a hősökre, elérte a célját. Nekik köszönhetjük, a hősöknek köszönhetjük azt, hogy mi szabadságban tudunk élni a mai napig is. De nagyon fontos az emlékezés és az emlékeztetés, mert a generációk nőttek már fel úgy, hogy nem kaphattak információt első kézből a Doni katasztrófáról, és a Honvédsuli pontosan ezt a küldetést vállalta fel, hogy ezt az üzenetet szeretné átadni, és sikerült is átadni, úgy gondolom, minden egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen. Itt külön meg szeretném köszönni az országgyűlési képviselőknek és a települési vezetőknek és a településeknek, akik mindenhol örömmel és úgy fogadták a Doni emlékmenetet, ahogy az illik, és ahogy az a hősök tisztelete szempontjából elvárható. Az eddig megtett több mint 1700 kilométeres távolság, a túlélőkkel vagy közvetlen hozzátartozókkal való találkozás pedig különleges és megható pillanatokban is bővelkedett. Mind a 12 esztendő alatt voltak különleges pillanatok, de most ezen az utolsó menetszakaszon mondhatom bátran azt, hogy a kadétokkal egyetemlegesen is mindenki szinte sírva tette meg az utolsó léptünket, hiszen ugye tudtuk, hogy valahol ez most befejeződik, de különleges pillanatok voltak azok, amikor az idősebbek oda jöttek hozzánk, és azt kérték, hogy ne hagyjuk abba, mert ez nagyon-nagyon fontos számukra, és nagyon-nagyon szépen köszönik, hogy elbúcsúzhattak az édesapjuktól, a nagyapjuktól, mert olyan, mintha újra találkozhattak volna, annak ellenére, hogy sohasem láthatták őket, hiszen nem tértek vissza. Az eseményen egyúttal bejelentették, 2025-től új formában folytatódik a Doni emlékmenet a Honvédsuli Egyesület szervezésében. A jövő évtől a vármegye általános iskoláit vonják be a menetekbe, az intézmények pedig maguk is szalagot köthetnek a csapatzászlóra.